Hát akkor nem én vagyok a boldogabb? Az életet nem olyannak kell elfogadni, amilyen, hanem amilyen lehetne. És ha százszor is legyőznek, akkor is én vagyok Don Quixote, La Mancha lovagja, a bűnüldözője vagyok. Utam járok a trombita, hívó szavára, vagy győzök, vagy elpusztulok. Uram, én ezt nem igazán értem. Mit, barátom? Hogy most minek örül kegyelmességed, hiszen elveszítette szíve hölgyét. Dehogy veszítettem? De hát nem elment azokkal a huligánokkal? Talán valamilyen nemesebb cél vezére. Nemesebb cél azzal a csűrhével? Sancho, Sancho, te mindig csak a rosszat látod, sohasem a jót. Ne szígyon kegyelmességed, én csak azt látom, ami kérem van. Kérem ugrál Barcelonás! Kérem ugrál Barcelonás! Hát újabb huligánok, jobb, ha elmegyünk, piszott népségnek látszanak. Paraszti lényed és gondolkodásod áldozata vagy te, Sancho. De hát nem csak a bunkó meg huligán? Ki nem ismer, ne ítéljen. Hát ahogy mondani szoktam, jobb félni, mint megijedni. Psz, azt hiszem a vezetőjük közeli. Nézzétek már, ki az a két öreg fószer? Na, milyen tisztelettudó. De hát mit sérteget minket? Elje, Sancho! Te talán tagadnád, hogy idősek vagyunk? Ez a fiatalember egyszerűen tisztában van a korunkkal, és ahhoz méltóan üdvözöl minket. Hát oda nézzetek! Ennek barcás sisakja van. Szóval Barcelona, mi? Nagyon rossz helyen jártok, barátocskáim. Kedves uram, mit óhaj? Majd én megmondom, mit óhaj. Azt akarjuk, hogy tűnjetek innen a francba! Milyen érdekes szavakat használnak. Nyilvánvalóan az ország másik részéről jöttek. Uram, azt hiszem, itt lenne az ideje távozni. Jól mondja a duci, el kéne húzni innen! Kedves uram, ámulattal hallgatom egzotikus nyelvjárású küldöttsége felszólalásait, ám bár ragaszkodnék egy tolmács segítségéhez, hogy biztosan megértsem szavaikat. Rendelkezik a küldöttség esetleg egyen? Mi van? Akkor talán megpróbálom valamilyen másik társadalással. Azt mondtam, hogy húzzatok innen, ezt még tüntessék! Nyugalom! Nyilván félreértettek! Adjátok őket! Kérem ugrál Barcelonás! Kérem ugrál Barcelonás! De biztos, hogy a beszállítók itt már vártam, na? De, mondom, hogy ne nyisd ki! De! Már megint? Hát zárva vagyunk, a kastélyt használaton kívül helyezték, hát sajnálom... Mit hallok, uram? Megtagadná a vendégjogot egy olyan vitéztől, aki maga ütött lovaggá. Talán helytelen, de hát... Lovagok között minden eset. Újabb őstet? Ezúttal Real Madridosok teljesen kifosztottak minket. Ugyan, Sancho. Még a lovainkat is ellőtték. Ennyi! Mit kicsinyeskedsz? Szó szerint nem maradt semmi. Na most már elég, Sancho. Az igazi férfi a százszor legyűlik is feltámad, és folytatja a harcot. Hazugság! Örültséges hazugság! Úrnő, mi történt? Őt kérdezte tőle. Dulcinea, esküszöm, megbosszulom-e bűnt? Egy bűn van csak. Megszületni. Azért aztán bűnhetetünk egy életen át! Dulcinea,